Jókai Morhoz: Miért szeretsz te engemet, kit annyian gyűlölnek? S én, aki annyit gyűlölök, téged miért szeretlek? Szeretlek téged, ó barátom! Nem, nem, barátom, megbocsás, hogy egy gúnynévvel illetélek, mert a jelenkor gyermekéneke szó barát, csak gúnyolás percenként jobban-jobban elsötétül láthatárom, de én éltemnek éjjelét nem rettegem, sőt várom, hisz annál fényesebb a csillag, minél sötét az éjszaka, tudom, mert a szív mondja nékem, telés sötét, kietlen éjem, hamvathatatlan csillaga. Nem hiszek én már senkinek, nincs senkiben bizalmam, mert életemben sokszor, ah, oly sokszor megcsaladtam. Bizalmam várát fölgyújtották, ledöntötték az emberek, romjai között egy époszlop van, te állaszott, csak te, magadban, téged le nem dönthettenek. Szentül hiszem, ha a világ elfordul is szívemtül, ha a világnak ajakán rám átkok átka zendül, a te ajkadról akkor is még rám csak áldás lebben el, ha az egész világ egy kéz lesz, mely eltaszít, miként dögvészest, kezed még akkor is ölel. Tudom, hogy így tesz a világ, hogy így fog tenni vélem. Fejemre köveket hajít, míg éltemet leélem. Sóhéraim, ha halva fekszem, agyon veretve egykoron, koporsomhoz majd odalépnek, s melyet elébe megkövezének, babérral födik homlokom. Hó ebbabér, babér, amelyel a világ magát gunyolja, ez a babér, ez a babér velőm égetni fogja, de nem soká tart égetése. Te, lelkem megmaradt fele, hozzám te szinte eljövendesz, és koszorumra könnyet ejtesz, s eloltod lángjait vele. Pest 1845 november 2 és 25 -e között. Igen, ennek a versnek a címében Jókai neve még y áll, mert akkor még nem, nem vette le ezt a nemesi jelet rejtő Y-t és változtatta ír, ezért a mind mostanig a valamire való kiadások Y-nal közlik, hogy ezt az, ezt az episztolát a Jókai Morhoz, amelyet tegnap idéztem egy későbbi 1847 őszi episztolát az Arany Jánosnál címűt, amely követte az Arany Jánosnak című episztolát. Biztos, hogy Arany János előtt a legjobb barátja Petőfinek jókai volt, és ezt itt meg is okolja. Már pápai diák korában megismerte, és Jóka is többször segítette, mint jobb módu komáromi fiú Petőfit, és sok mindennek tanúja is volt az életében, amikor például Kecskeméten volt jogi tanulmányai végzése miatt jókai, akkor ott láthatta Petőfit, mint vándor színészti, sok mindenben végigkövethette már diákkorától fogva Petőfi pályáját. Aztán együtt lelkesedtek irodalmi célokért, együtt alakították meg a tizek társaságát, együtt szerkesztettek, noha aztán összekülönbözve szétváltak szépirodalmi folyóiratot, de 1845-ben, amikor még töretlen volt a harmónia, amikor a barátság legmagasabb fokú lánggal égett, Petőfi mégis megsejtett valamit, bár érezhette, hogy Jókai egészen már sokkal inkább kompromisszum készebb, ma úgy mondanánk talán magyarul, hogy megalkuvásra hajló, író egyéniség, mint ő, aki azért nem engedett soha 48-ból. Jókai, mint tudjuk, engedett, belesimult azért a, kiegyezés rendszerébe, de amit itt Petőfi előre vízionál, mint egy látomásként előad, hogyha azok, akik őt gyalázták, majd a halála után babérkoszorút hoznak a, a sírjára, Jókai akkor is könycseppet ejt és eloltja azokat a borzalmas lángokat, amelyek martalékává tennék Petőfi emlékét, hírnevét, Jókai nagyon óvatosan fogalmazott Petőfi halála után, és vagy fél évszázadot kivárt, amikor láthatni engedte ő is a nagy fájdalmát, hiszen a nagy fájdalma az volt, hogy a házasságát olyan nagyon erőteljesen támadta a régi barátja. Nem is a Vörös Marti vers, nem is az életképek szerkesztésében való összekülönbözés, hanem a házasságába való beleszólás maradt neki egy olyan tövis, egy olyan tüske, de mondom, erről itt csak fél évszázad után, és nagyon visszafogottan nyilatkozott, és próbálta megőrizni Petőfi emlékét az ő legjobb szintjén az életében, hogy Jókainak ez a legjobb szintje, ez persze őróla is sokat elmond, már tudnélik arról a több tucat írásról, amit Petőfiről később közzétett, és amit jó lenne egyszer méltó formában közreadni, bár Nagy Miklós irodalomtörténés sokat tett értelmezése ügyében, de még mindig nincs kezünkben sok minden, persze lehet mondhatni, hogy Széchenyi kelet népéjétől fogva, a Széchenyi kosut vita minden részletét kibomló, értekezésekig, egyáltalán a szövegek közreadásáig így nincs közzétéve méltó formában a jókai viszontválasza sem erre a kétség kívül csodálatos költői levére, amelyben még Petőfi a legjobb barátjának üdvözölhette Jókai Móriczot. Aztán persze a legjobb barátja Petőfinek aranyános János lett, aztán persze Tompa Mihály is elmaradt, aztán persze Arany János mellett még jött egy jó barát az élet utolsó hónapjaiban, és ez József Ben volt, és Petőfi körbe volt véve segítőtársakkal megértő, és valóban az életét, költészetét segítő méltányoló földi utitársakkal. Ez az episztola megőrzi egy nagy barátság kezdeti emlékét, de hogy Jókai viselkedett, az alapján azt mondhatjuk, nem mond ellene jövendülésében e barátság utóéletének sem.